Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett az MSZP frakcióvezető helyettese Harangozó Tamás képviselő úr, aktuális kérdésekről címmel. Önnyi a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, idézek. Magyarország a védekezés sikerét emberéletekben méri. Ezt Orbán Viktor mondta 2020. szeptember 4-én. Mai nappal 18.451 fő hunyt el Covid-ban Magyarországon. 11.276 embert ápolnak kórházban, és 1340 honfitársunk van lélegeztetőgépen. Az elmúlt egy hét statisztikái alapján a lakosság arányos halálozások száma sajnos Európában az egyik legrosszabb. Ezek objektív számok alapján a magyar kormány járvány elleni védekezése még Orbán Viktor saját mércéje szerint is szomorú és tragikus kudarc. Semmi sem indokolja tehát a kioktató, leereszkedő, önfényező kommunikációjukat. Inkább szerénységre és a politikájuk megváltoztatására lenne szükség, képviselőtársaim. A gyenge forinttal tulajdonképpen ellopják a pénzt az emberek zsebéből, mivel a bérből, fizetésből és egyéb járulékból élők gyengébb forint esetén kevesebb, amit tudnak megvásárolni a boltokban, a nyugdíjasok juttatása is kevesebbet ér. A gyengébb forint egyértelműen ellentétes az emberek érdekével, a gyengébb forint gyengébb államot jelent, a gyenge forintot csak gyenge emberek akarhatnak. Ezt Orbán Viktor mondta, amikor 264 forint volt az euró, jelenleg 1 euró közel 370 forintba kerül. Orbán Viktor és jobbkeze Matolcsy György árfolyam politikája még Orbán Viktor saját mércéje szerint is súlyos, tragikus kudarc. Semmi sem indokolja tehát az önfényező, lekezelő, pökhendi kommunikációjukat, inkább a politikájuk átgondolására, megváltoztatására lenne szükség ezen a területen is. Az állam nyerészkedik a magasabb üzemanyag árakon, a Fidesz szerint vagy a jövedéki adót kell drasztikusan 20%-kal csökkenteni, vagy a benzin áfáját. Ez szintén Orbán Viktor mondta, amikor 236 forint volt egy liter üzemanyag, ma a benzin átlagára 435 forint. Az államadósság nem közgazdasági probléma, hanem egy ellenség, amelyet ha nem győzünk le, az ellenség győz le minket. Ezt is Orbán Viktor mondta 2010-es kormányváltás után, amikor 80,2% volt az államadósság, ez tavaly évvégére 81,2% lett. Mindkét területen a saját mércéjük szerint is kudarcot vallottak, semmi sem indokolja tehát a lekezelő, kioktató, pökhendi kommunikációjukat, inkább szerénységre és a politikájuk átgondolására lenne szükség. Orbán Viktor múlt pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, azt üzente a magyar kis- és középvállalkozóknak, családoknak, fiataloknak, hogy tartsanak ki, bízzanak benne, majd jó lesz. De ez nem kitartás és bizalom kérdése. Tessenek végre megérteni, hogy segítség nélkül nem bírják tovább. Önöknek kell változtatni. Miért nem érdemel annyit egy magyar kis- és középvállalkozó, mint a múltik, vagy az oligarcháik? Miért akarják elhitetni a magyar emberekkel, hogy nekik nem jár támogatás, segítség, csak annyi sem, mint a szlovák, a cseh, lengyel, vagy az osztrák polgártársaiknak? Miért hazudnak nekik? Jár az, csak nem jut, mert önök 1000 milliárdokat költenek teljesen más célokra. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kormánypárti, kormányzati szereplők itt a teremben. Azt kérjük önöktől, hogy változtassanak a politikájukon most. Változtassanak a rossz döntéseiken most. Először is állítsák le az esztelen pénzköltéseket. Másodszorban ezt a pénzt csoportosítsák át, és azonnal adják meg a 80%-os bértámogatást a munkavállalóknak, hogy túléljenek. A cégek is, és az emberek is. Adjanak vissza nem térítendő pénzügyi támogatást a magyar kis- és középvállalkozó szektornak, akik egyébként már tavaly felélték, ha még volt is megtakarításuk, most már csak az adósságot görgetik maguk előtt. Adjanak 100%-os táppénzt a beteg embereknek, adjanak dupla gyest és gyetet a családoknak, csökkentsék az üzemanyag jövedéki adóját, ha ezt tartják jó megoldásnak. Állítsák meg a forint gyengülését, az árak elszabadulását, csökkentsék az egyetemisták tandíját, és adjanak legalább havi 100 000 forintot a munkájukat elvesztett embereknek, és
fogjanak össze az önkormányzatokkal. A biztonságos oltási programnál fontosabb dolog jelen napokban nincs. Aki ezt akadályozza, az nem hibát, hanem bűnt követel. Kérjük, ne tegyenek többet ilyet. Közös hazánkért, Magyarországért. Köszönöm, hogy meghallgattad.